Több mint 1000 lakóházat tett tönkre a jégeső 13 megyei településen június végén. A helyzet a mezőgazdaságban is katasztrofális, a felmérések alapján a kár eléri az 1 milliárd forintot. A kárenyhítésről Kovács Sándort, a térség országgyűlési képviselőjét kérdezem hamarosan. Van olyan ház, ahol csak pár 10 vagy 100 000 forintos a kár, de akad olyan épület is, ahol már több milliós tételt jelent a viharkár helyreállítása. A tetőcserepeket összetörte a teniszlabda méretű jég, majd a néhány órával később érkező felhőszakadás a szabaddá vált födém szerkezetet is tönkredette. Az ingatlanokat lefóliázták a vihar után, az önkormányzatok és a családok pedig tehetetlenül várták a segítséget, hogy elkezdődhessenek a helyreállítási munkálatok. Június végén mintegy 100-an dolgoztak a kárelhárításon a jégverte szatmári térségben. Önkormányzati és önkéntes tűzoltók, valamint önkéntes mentőszervezetek a jégeső miatt megrongálódott épületek fóliázását, mentését végezték. Ez a látvány fogadta az úszkára érkezőket a vihar napján. A településen 77 épületet rongált meg a vihar. Rozsályban a családi házak mintegy 85%-a várt lakhatatlanná a vihar után, és megyeszerte mintegy 13 000 embert érintett az időjárás miatti áramkimaradás. Köszöntöm a stúdióba Kovács Sándort, az 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselőjét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok. Televízió lévén nyilván a bejátszásban, lehet ilyen csúnyán fogalmazni, a látványosabb képek voltak láthatóak, hiszen a jégkár az épületekben teszi a látványosabb károkat, de a mezőgazdaságban is nagyon komoly károkat okozott a jégverés, és külön is kell választanunk ezt a két területet. Hogyan áll a kárenyhítés mezőgazdasági területen, illetve mekkora a kár, hogyha ezzel kezdhetjük a beszélgetést? Hát körülbelül 1 milliárd forint, és tisztánlásunk is úgy konferált fel, hogy a Szabolcs-ötös választókerület. Hál' legyen a jó Istennek az én 44 településem, vagy az én választókeretem 44 településén nem volt lakóépületben kár, hanem az mezőgazdaság kár körülbelül 1 milliárd forint az akkori felmérésnek megfelelően. Ehhez a kárhenyítési alap, az országos kárhenyítési alap, ami fel van töltve, az tud segítséget nyújtani, csak ugye a kárhenyítési alapnak feltétele egyrészt, hogy biztosított vagy nem biztosított az a mezőgazdasági terület. A másik feltétele, hogy ugye el kell egy gazdasági évnek telni, hiszen egy teljes gazdasági, mondjuk úgy, hogy adószámot vizsgál a kárhenyítés alap, és itt is megfelelő százalékban, ugye a 20% a fordulópont, ha az okozott kár, akkor bizonyos százalékot megtér. Nem akarok belemenni ez a mezőgazdasági szakemberek feladata, de a lényeg az, hogy a kormány ezen intézkedés mellé még nevezik ennek a kárhenyítés alapnak a megfinanszírozását. Előleget, de nem használhatjuk, hogy az Európai Uniós terminológia szerint a kárhenyítési alapnál ezt a kifejezést, de kvázi előlegként úgynevezett kamatmentes hitelt vehet fel a károsult. Ez a hitel mindenki visszajön egy kicsit, a hitel ez nem hosszú lejáratú hitel, 0%-os kamattal, tehát a kormány támogatja kamatmentesen, ezért mondom, hogy ez előlegnek tekintető, hogyha valakinek akkora kára van, hogy nincs türelme ideje, gazdasági lehetősége kivárni a márciust, a jövő év március, amikor finanszírozzák, akkor soron kívül vehet fel a kárhenyítési alapnak a terhére kamatmentes hitelt. Amit kamatmentes hitelnek hívunk, de gyakorlatilag előlegként kezelhető, vagy legalábbis ez annak tűnik. Akkor ez mit jelent a gyakorlatban, mikor juthatnak pénzhez, vagy már adott esetben pénzhez is juthatott az, akinek erre szüksége van? Adott esetben a Nemzeti Agrárkamarával karöltve, oda benyújtva ezt az igényt a kamatmentes kölcsönre, akár már szerintem egy-két nap vagy egy-két héten belül hozzá is juthatnak ez a hitelformához. Ennek is megvan a maga feltétele, mert ugye a kormánynak hivatalosan el kell számolni, be kell nyújtani, tehát vannak formai követelmények, nem lehet kikerülni, de ha jól számolom, akkor a napokban akár már az első kifizetések, ha igényelték, akkor meg is történhet ebből a kamatmentes hitelből, zárójel előlegből. Hogyha kárról beszélünk, illetve azt mondjuk, hogy az adott jégverésnek milyen károkat okozott, jelen esetben ez az 1 milliárd forint, akkor azt mondhatjuk úgy, a pillanatnyi helyzetet jelenti, hogy a gyümölcsösben, a mezőgazdasági területen ekkora kárt okozott. Azonban azért azt tudjuk, hogy egy jégverés tud olyan károkat is okozni, ami hosszú távú kifutása van, tehát nem biztos, hogy csak az idei évi adott esetben, nem tudom én, almának az árát kell ebbe beleérteni. Hosszú távon, vagy hosszú távú károkat mekkorát okozott ez a vihar, vagy okozott-e, illetve arra van-e valami? Hát én azt gondolom, hogy ez menet közben fog kiderülni, hiszen a rügyek leverésével, illetve azoknak a mezőgazdasági kultúráknak a vizsgálatával fog ez kiderülni, amit szakmai szervezet, még egyszer mondom, a Nemzeti Agrárkamara a felelős a kormányhivatal segítségével, hogy ezeket felmérjék, modellezzék, a nyersanyag felhasználás, jövőipari, konzervipari tevékenységek összehasonlítási számítás
kutatásokat kell végezni. Azt gondolom, hogy igen, egy mezőgazdasági józanparasztésszel gondolkodott kár, az több évre kihat, lelassíthatja a fának a növekedését, rügyeket törhet, akár ágat törhetett el, tehát nem csak az adott évnek a termését verhet el. Ezek folyamatosan felmérés alatt vannak, felmérések készülnek, hiszen a természet tudja reprodukálni magát, és néha meglepő teljesítményekre képes. Hogyha az aktualitásokra, mert akkor mondhatjuk azt, hogy hát természetesen a probléma nem oldódott meg, de azért amit adott esetben a kormány megtehet, azokat megtette, azokat a lépéseket. Van egy másik terület, ahol viszont az önválasztó kerületében úgy gondolják, hogy a kormány nem tesz megfelelő lépéseket, ez pedig az M49-es elkerülő út. A napokban pár héttel ezelőtt Kocsordon még tüntetést is szerveztek ennek kapcsán. Lesz elkerülő út, nem lesz-e, hogy áll az építkezés? Legelőször szeretném a lakosokat biztosítani, hogy maximálisan egyetértek abban akár a tüntetéssel, akár a figyelem felhívással. Valamilyenek lennie kell, hogy az M49-es lesz, vagy a lakott területet elkerülő kétszer egysávos autóút, ezen még dilemmázom, hiszen azért a realitásoknál maradva vizsgálni kell azt is, hogy jelen pillanatban az M3-as tovább folytatása az országhatárlik prioritást élvez, az M34-es Záhonyból le akar-e venni a forgalmat ráterelni Őrtől Záhony felé, erről is kormányhatározat van, és az M49-es mondjuk így az eddigi információk szerint nem szerepel a kormány határozatban, ezért háttérbe szorult a román-magyar viszony, hiszen ez Őrtől Nagybányáig lenne, tehát a metszéspontokkal együtt ez egy nemzetközi együttműködésben valósulna meg. Ha azt kell mondanom, akkor reálisan vizsgálva, Nagy Róbertnek hívják a nemzeti a NIF-nek a vezérigazgatóját. Vezérigazgató úrnál jártam, készül egy tanulmány, ami ennek a lehetőségét megvizsgálja, hogy nyomvonalon az elkészült környezetvédelmi engedélyek mellett, hogy tudnánk egy fél autópályát építeni, de megszereztem Homolya Róbert kormánybiztos telefonszámát is, Tasó László, bocsánat, államtitkár urat, régi nyírodni polgármester kollégaként kicsit közvetlenebb a viszony, nála is lobbizok, mindent megteszek annak érdekében, de figyelemmel kell lenni a kormány azon intézkedéseire is, amelyek ugye az ukrán helyzet, a keleti irány, illetve az áhonyi forgalom. Mindettől függetlenül nagyon-nagyon nagy szükség van, hiszen több mint 8000 kamion per 24 órás forgalom van, ami irdatlan nagy, ezeket a településeket nagyon sürgősen kell, ezért nem merem kijelenteni, hogy autópálya vagy autóút, de mindent megteszek annak érdekében, hogy minél hamarabb sorra kerüljön, vagy akár kormányhatározatban, ha kell, akkor hazai forrásból szakaszonként, de hozzákezdjünk ezeknek a sok kanyarral megáldott településeknek a kiváltását, illetve a forgalom csökkentését. Ha már fejlesztésekről beszélünk, az előző beszélgetésben Sezták Oszkár elnök úrral beszéltünk a területfejlesztési operatív program végrehajtásáról. Az ön körzetében, hogyha visszautalhatok egy körülbelül másfél évvel ezelőtti beszélgetésünkre, amikor létrejött a Szabolcs 05 fejlesztési társulás, akkor úgy fogalmazott, hogy a településeknek ki kell találniuk magukat, és hogyha fenntartható ötletet raknak össze arra vonatkozóan, hogy milyen kitörési pontjaik vannak, akkor ehhez meg lesz a forrás. Területfejlesztési operatív program pályázatok megjelentek, sőt van, ami már le is zárult. Lehet-e egyenlőségjelet tenni a megszületett és kitalált tervek, illetve a megfelelő pályázati kiírások közé? Sikerült-e a szabolcsi településeknek kitalálniuk magukat és fenntartható fejlesztésekbe kezdeniük? Igen, azt gondolom, hogy igen. Hát a nagy álmokhoz képest, ha most számba akarom kifejezni, de 300 milliárd volt az első állam, amit az önkormányzatok beküldtek, hogy szeretnének megvalósítani. Ugye a teljes megyei top az 92 milliárd, hát ebből próbálunk mi lakosságarányosan valamit elhozni. Jelen pillanatban több mint 130 pályázat adott be a 44 településre. Ebben van energetika, infrastruktúra, óvoda, iskola, illetve zöldváros, hogy ilyen kódneveket mondjak. Ezek, ha csak a városra voltak kiírva, ha csak a járásközpontokra voltak kiírva, belvízelvezető árok pályátok, kerékpárút pályátok. Igen, azt gondolom, hogy a Szabolcs 05 az önkormányzati egyeztetési fórum, ahol egymással legalább nem harcolnak, hanem leültünk, megbeszéltük, és a polgármesterek megegyeztek, hogy melyik településnek mi legyen a prioritása, és ez kb. 16 milliárd 800 millió forint értékben beadásra is került az a pályázati adatlap. Nagyon szépen jönnek vissza azok a adatlapok, amelyek a formai követelménynek megfelelőséget igazolják, tehát azt gondolom, hogy jó úton járunk a siker felé. Hogyha egy zászlós hajó projektet kellene mondani, akkor mi a legfontosabb az, ami mondhatjuk úgy, hogy az ötös számú választókerület legfontosabb beruházása lesz, aminek
nem feltétlenül látványában, de mindenképpen a térség gazdasági felendülésének érdekét szolgálja. Vagy azt gondolom, hogy a városok, a járásközpontok, illetve a többi város, ipari parkfejlesztés, ez 6 pályázatot jelent jelen esetben, tehát nem csak a járásközpontok, hanem a nagyobb városok is gazdasági élénkítés, és azt gondolom, hogy a kötelező önkormányzati feladatok mellett legyen kerékpárút, legyen bevezetés, legyen óvodaiskola, legyen energiatakarékos beruházás, de mellett azt gondolom a gazdasági élénkítés, az ipari parkok, a befektetők odacsábítása, a munkahelyteremtés generálni a gazdasági fejlődést. Azt gondolom, hogy ezek azok a zászlósok, ezek a prioritások, amelyet mindenféleképpen figyelembe fogunk venni, illetve eddig is figyelembe vettük. Természetesen egy 5-600 fős településnél, ugye ipari park vagy 1500 fős településnél az nevetséges, de minden nagyobb településnél, illetve városnál ez prioritás télvezet. A pályázatok benn vannak, hamarosan döntések várhatóak, és hogyha ezek megszülettek, akkor visszavárjuk ide képviselőre. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.